Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót Kazincbarcikán, a helyi Fidesz-KDNP szervezet önkormányzati képviselőjelöltjeinek a bemutatásáról. A képviselő úr a jelenlegi kormányzati ciklus sikereiről számolt be. Többek között a gazdaság fejlődéséről, miszerint 3,9%-os növekedést ért el az ország, a foglalkoztatottságról, ami az elmúlt 22 évben nem volt ilyen magas, és a devizahitelesek problémáinak megoldásáról is szó esett. Majd a jelenlegi önkormányzati vezetőség munkájáról beszélt. Szerinte látványberuházásokkal próbálják elterelni az emberek figyelmét a fontos problémákról, valamint Kazincbarcikát az elszalasztott lehetőségek városának nevezte. Szeretném hangsúlyozni, hogy az önkormányzati politikában a kormány átvállalta az önkormányzatoknak az adósságát, elhárítva az összeomlásnak a veszélyét. És Kazincbarcikától 5,2 milliárdos adósságot vállalt át az állam. Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő elmondta, hogyha a kazincbarcikaiak a Fidesz-KDNP önkormányzati jelöltjeinek bizalmat szavaznak, nem csak a kampány időszakában fognak találkozni a jelöltekkel, hanem továbbra is tartani fogják a helyiekkel a személyes kapcsolatot. Legyen Kazincbarcika is olyan, ami ennél az ország kezd válni. És szeretnénk számítani minden kazincbarcikai polgár együttműködésére, támogatására és személyes erőfeszítésére, elsősorban maga és családja boldogulása, de természetesen a város és az ország felemelkedése érdekében is. Szeretnénk a kazincbarcikai választópolgárokkal mindent megbeszélni, különösképpen azért, hogy érezzék azt, hogyha sikerül választást nyerni, amiben nagyon bízunk és reménykedünk, akkor egy sokkal emberközpontibb és emberbarátibb önkormányzat fogja majd szolgálni Kazincbarcika lakosságát. Továbbá a legfőbb feladatuknak tartják a munkahelyek teremtését, a kisvállalkozók támogatását és az ipari park élettel való megtöltését. A bemutatás a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjével kezdődött, Kondorné Sztojka Ágnessel. Polgármester jelöltünk Kondorné Sztojka Ágnes. Az ő személye képviseli azt, ami a Fidesz sikerének az alapja, azaz megkérdezni az embereket arról, hogy mit szeretnének a politikától, egyáltalán milyen városban és milyen országban kívánnak élni. És az elmúlt hetekben és hónapokban a Fidesz-KDNP itt lévő képviselő jelöltjeivel együtt járta a kerületeket, és az emberek megfogalmazták azt, hogy milyen Kazincbarcikát szeretnének. A legnagyobb problémának azt tartom, hogy nincsenek munkahelyek, nem jöttek létre az elmúlt időszakban munkahelyek a városban, ezért elvándoroltak a fiatalok, a szellemi tőke, az alkotóerő elment a városból, és a kétkezi munkások is. Az országgyűlési képviselő is, illetve a kormány támogatásával fel kell újra lendíteni Kazincbarcikán a munkahelyteremtést. Kormányzati segítségre van szükségünk, ezt nagyon jól tudjuk, ezért a kazincbarcikai lakosoknak is nagyon fontos, hogy a változásra szavazzanak, hogy azt akarják, hogy itt is polgárosodás induljon meg Kazincbarcikán, mint az ország többi településén. Hogyan tudja ön megoldani a város problémáit? Én úgy gondolom, hogy van egy jó programunk, amit ha meg tudunk valósítani, ha megkapjuk a választópolgároktól a felhatalmazást, akkor meg fogjuk tudni ezt oldani. Olyan képviselőjelöltek lettek megnevezve, akikben méltán bízhatnak az emberek. Megjelent szórólapunk, illetve amit legesfegfontosabbnak tartunk, az, hogy a képviselőjelöltek és én is minél többet beszélgessünk a polgárokkal. Mert megválasztásunk esetén ezt szeretnénk tovább folytatni, kommunikációt a polgárokkal. Közéleti tevékenységet 2006 óta vállalt, és a Fidesz színekben indult választásokon, és ma is az egyik meghatározó személyisége a mostani kampányunknak. Szeretném bemutatni a 10 választókerület Fidesz-KDNP jelöltjeit is. Az egyes számú választókerület jelöltje Gyenes Imre, informatikus, 34 éve él Kazincbarcikán,
jelenleg a Magyar Államkincstárban informatikai csoportvezetőként dolgozik. A második számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje, Pogány István, minden ősében és felmenőjében barcikai, 2010-től pedig sokszor találkozhattak vele a választó polgárok is, hiszen mint önkormányzati képviselő végezte odaadással az emberekért a munkáját már most ebben a, mondhatjuk így, hogy mögöttünk lévő ciklusban is. A hármas számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje Seyfert Lajos, nyugalmazott főnyomozó, aki szintén születésétől fogva Kazincbarcikán él. A négyes számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje Prókai Béla, mérnök közgazdás. Felső Barcika városrészében lakik családjával, felesége pedagógus, tanulmányai befejeztével az önálló életüket is itt kezdték el, és itt születtek a lányai. Az ötös számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje Béres László, kárszakértő, szintén gyermekkora óta él itt Kazincbarcikán. A hatodik számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje Knop Rihárd, közgazdász, a Miskolci Egyetemen végzett bölcsészként, majd másoddiplomáját közgazdasági szakon szerezte. És jelenleg a Sajóvölgye Focisúli Sportegyesület intézmény vezetője. Milyen változást tud Kazincbarcika életébe hozni, hogyha önt megválasztják képviselőként? Köszönöm a kérdését. Én úgy gondolom, hogy korosztályomnál fogva az egyik legfontosabb az, hogy ez a 30-as korosztály, úgy gondolom, hogy mindenképpen meg tudja tartani a város. Ennek elengedhetetlen része az, én úgy gondolom, hogy munkahely teremtése szükség van, illetve munkahelyek megtartására. Én úgy gondolom, hogy ez kormányzati pénzek kellenek, amiben én azt gondolom, hogy egy fideszes többségben lévő önkormányzat nagyobb eséllyel tud pályázni, és nagyobb lehetősége van arra, hogy Kazincbarcikára még több pénz irányuljon, illetve még több vállalkozást tudjon elkezdeni a munkáját, és így minél több ember tudjon itt élni, dolgozni, pénzt keresni, boldogulni. Hogyan értékeli az eddigi kampányt? Én úgy gondolom, hogy az eltelt idő ad bizakodásokat. Természetesen azt tudjuk, hogy Kazincbarcika városában nem egyszerű a jobboldali erőknek győzni, de én úgy gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egy egészséges sportnyelven mondva igazi küzdelemben én úgy gondolom, hogy méltóképpen tudjunk a választásokon részt venni, és győzni is tudjunk. Milyen megoldást lát arra, hogy visszaszorítsa a fiatalok elvándorlását? Én úgy gondolom, hogy az első fontos kérdés mindig az oktatás területén nyílik. Fontos, hogy általános iskolás korúban és középiskolás korúban is már lássák azt a lehetőséget, hogy Kazincbarcikán kell maradni. A hetes számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje Boldizsár József, nyugdíjas. Nős, két gyermeke és hat unokája van. A Borsodkenben dolgozott 32 esztendeig. A 2009-2010-ben indult városrehabilitációs panelprogram keltette fel érdeklődését a közélet iránt, amelynek ellentmondásait jól látja. A 8-as számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje Tóth Józsefné Pruma Éva, kormánytisztviselő. Születésétől fogva Kazincbarcikán él, Miskolcon végezte a középiskolát, majd főiskolát és egyetemet. A mindennapi munkáját emberközpontuság jellemzi, évek óta segítő munkát végez. A 9-es számú választókörzet Fidesz-KDNP jelöltje Bulla Gusztáv bányamérnök. Bányaművelő, bányagépész és villamossági mérnök. 10 éve dolgozik a Borsodkenben. Felesége szintén pedagógus. 25 éve foglalkozik a helyi politikával, ő is jelenleg a Fidesz-KDNP helyi önkormányzati képviselője, és a 10-es számú választókerület Fidesz-KDNP jelöltje Rizner József, népművelő tanár. Csak és kizárólag abban hisz, hogy a közélet tiszta kézzel,
önzetlenül szolgálható, és ennek előbb-utóbb Kazincz Barcikára is be kell köszönnie. Józsi szintén képviselőként dolgozott az elmúlt ciklusban. Lássák meg azt, hogy kormányzati erőként, kormányzati polgármesterrel, kormányzati képviselőjelöltekkel nagy lehetőségek előtt áll a város, amelyben, illetve természetesen az én támogatásommal, segítségemmel minden kormányzati segítség lehetőség adott lesz majd számukra.